Az adventi időszakban egy héten át több mint 250 ingyen ebédet biztosítanak a rászorulók számára. Eleki Matild a fia helyett jött az ebédért. A család idén először vesz részt az Egy tál szeretet elnevezésű programban. Fiamnak két család van, egy középiskolás és egy harmadikos iskolába jár a kisgyerek, a kisfiú. Ugye nagyon szépen köszönöm a nevükbe. Először kapják. Többen már évek óta részt vesznek a programban, leginkább kisgyermekes családok. Nálunk 8-an vannak a családban, és nekünk nagyon számít ez az ennivaló, jó jön meg minden, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Gyerek van 6 kisra, még én meg az asszony, 8-an. Mit jelent számukra ez? Hát, amit kapunk, mindig jó jön. Nagyon sokat jelent, mikor az ember szociálsegélyből él, ez a kis szezonmunka, ugye, meg ilyen gyerekpótlék, ugye nem nagyon kap az ember ilyen nagy valami összeget, de hát jó van, most itt csináljunk, ebben világban élünk mostan, úgyhogy nem tehető. A népróla, hát most mit csináljunk vele. A program célja, hogy az ünnepi időszakot meghittebbé tegye azok számára, akik nehéz körülmények között élnek. Az ebédosztás megvalósítását a helyi önkormányzat, valamint a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatta.